Üdvözlet újra mindenkinek, itt a Cyclic DNA Price Action Trending YouTube csatornáján. A mai nap, azaz pénteken, tudtam hozni nektek egy nem kihívásos videót, és itt a képen láthatjátok nagyjából szerkezetileg, hogy mi történt. Ugye a D1-es ciklus az nincs fent, de ott is a high-nál volt. Azért nem rajzoltam fel, mert a videón sincs rajta. Sajnos a kereskedés elejét, a belépőt azt tulajdonképpen elfelejtettem felvenni, tehát ugye nem kapcsoltam be a OBS-t, de nagyjából annyit el tudok mondani erről a kereskedésről, hogy szintén egy szűk stoppos és egy D1 ciklus, tehát egy D1 impulzív hullám végén megkezdődő korrekciót kereskedtem le, és a belépő azt tulajdonképpen láthatjátok, hogy az első visszateszt után a H1-ben shortra léptem be, és zártam H4 lovon, H4 aljon, de ez az, amiről beszéltem a mostani kihívásos videóban, hogy korrekciót is úgy kezdek el kereskedni, hogy megvárom, hogy egy kisebb ciklus trendben legyen. Tehát tulajdonképpen a megfordulást konfirmálom. És a képen is ez látszik, ez fog látszódni a videón is. Bár szerintem így utólag egy kicsit hamar zártam, de szerintem nagyon is jól sikerült kereskedések voltak. Nagyjából így ennyit kell tudni. Na most még annyi infót elmondok, hogy lesz sok változás a csatornán, meg így szerkezetileg, de legtöbb dologról szerintem majd készítek egy élőt, amúgy is akartam, csak ugye mostanában így nem igazán volt időm. Mivel a hétre meg ígértem kereskedést, meg felvetődött ez a kihívásos dolog, amit egyébként még egyszer elmondom, hogy én azt a fajta kereskedést nem ajánlom senkinek. Ezt az utóbbit, amit most mutatok be, én ezt mindig így szoktam. Én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal biztosabb belépési módszer, hogyha egy ilyen nagyobb ciklus fordulásba benne akarunk lenni. Tehát van egy D1-es ciklus, ugye annak befejeződik az impulzív hulláma, és az impulzív hullám, amikor véget ér, és elkezdődik a korrekciós hullám, ez tulajdonképpen ez az a hullám. Úgyhogy nagyjából így ennyit kell tudni. Hamarosan jövök további tartalmakkal, meg ugye ígértem kódolásos videót is, de az élőben sok mindent így el fogok mondani, így a további tervekkel kapcsolatban is, tehát hogy mi a csatornának a jövője, mit képzelek így el, de azt majd egy élő videóban nézzük meg ezt a kereskedést, hogy hogyan is ment végbe. Ja, és mint mondtam, csak a vége van meg. Úgyhogy ezt csak így tudtam létrehozni. Szóval jöjjön a videó.